Iskola és szórvány kollégium épül Nagyszalontán. A magyar kormány támogatásával készülő épületre nagy szükség van. Dél-Bihar egyetlen magyar nyelvű iskolája szűknek bizonyul. És olyan diák is van, aki naponta 60 kilométert is kénytelen megtenni, hogy anyanyelvén tanulhasson. A nagyszalontai Arany János Elméleti Liceum Dél-Bihar egyetlen magyar tannyelvű iskolája. Az 5 éve működő intézményben összesen 1100 gyermek tanul. Közülük legalább 50-en a környező településekről járnak iskolába. Ez a 9. osztályos tanuló naponta 60 kilométert utazik, Bélfenyértől Nagyszalontáig és vissza, hogy anyanyelvén tanulhasson. Elég nehéz, mivel kapunk házi feladatot, és mikor hazérek a busszal, nem nagyon van időm, hogy megcsináljam teljesen, vagy még hogy tanuljak minden tantárgyból minden napra, plusz korán kelni, meg nem tudok itt maradni minden órán végig, mert elmegy a busz másképp. Mivel szüleim nem mindig tudnának hozni, vinni, így igen, az autóbuszhoz vagyok kötve, és így reggel másfél óra hosszával hamarabb kell kelljek, mint ahogy kellene, akkor vagy hamarabb elkérezkedni az órákról, hogy érjem el a buszt, vagy csak később, és akkor várni kell utána. Az épülő szórványkollégium nem csak az ingázó gyermekek életét könnyíti meg, az oktatási körülmények minőségén is javít. Jelenleg ugyanis 3 épületben is zajlik a tanítás. Itt a fő épületünkben nincsen egy klubhelyiségünk, nincs egy dísztermünk, nincsen egy olyan helyiség, ahol a kiemelkedő képességű gyerekeket oktatnánk, vagy az iskola újságát, be vagyunk zsúfolva ide az aligazgatói irodába. Tulajdonképpen délutáni oktatásra, gyűlésre, tevékenységekre mindig egy osztálytermet kell átalakítani, felbolygatni, és újra visszaállítani. Tehát nagyon-nagyon küszködünk most az osztályhiánnyal. A háromszintes kollégium építését tavaly ősztel kezdték el a Nagyszalontai Református Egyházközség területén. Osztálytermek, tanulóhelyiségek és étkező kap helyet az ingatlanban, és akár 100 gyermek is elalhat majd a bentlakásban. Az épület külseje teljesen elkészült, jelenleg a beltéri munkálatokat végzik, vakolják a falakat, szerelik a villany- és vízhálózatot. A szórványkollégiumot idén ősszel adják át.